Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy mondta az anyja a kisfiúnak. Eredj, fiam, hajtsd el a tehénkét a vásárra, de vigyázzám, hogy adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra. Mindjárt akadt is vevője, meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Vitte haza a paszújt. Mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda, de a kisfiú vigasztalta. Ne busuljon, édesanyám! Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még az este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kiskertbe a paszúit, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Reggel, mikor felébredt, kinéz az ablakon, látta, hogy kikelt a paszúj, de nem látta tetét, gondolta, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte. De bizony, ő kegyelme hiába bámulta, nem látta tetét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj, megyek, felmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elindult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment, mendegélt, míg már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Ott volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s hát látja, hogy nem is messze van egy ház. Gondolja magában, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszonyt. Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a háromfejű sárkány, ha meglát téged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Felkérdi az asszony, éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony éhes én. Az asszony adott vacsorát neki. A kisfiú megköszönte szépen a szívességét. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram. Az asszony behozta a dagasztóteknőt, s aláborítja a kisfiút, s beteszi az ágy alá. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát amikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hón alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tolj egyet! Hát rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott, tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Ad az asszony vacsorát. Vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondja a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Te asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék, lelkem, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs, add elő, mert szűjjel tőplek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott. Amint ott muzsikál, egyszer csak elérte az álom. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad. A kisfiú, amikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hón alá fogta a fekete tyúkot.
a másik kezében a muzsikás, gyerünk, szaladt vele ki a házból. Mikor jött volna be a lyukon, gondolja, visszanéz. Hát a sárkány egészen a nyomában volt már, a kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kün volt a karfán. Hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, kezelába kitörött, s a kisfiú agyonütötte. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk. Jaj, honnan lenne, fiacskám? A kisfiú felállította a tyúkot az asztalra, megsimogatta, s mondta neki, tolj egyet. Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást, addig tojatták, amíg meggazdagodtak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.